Hetedikes és nyolcadikos diákok keresik a játékos feladatok megoldását a nyíregyházi kampusz udvarán, ahol az általános iskolásokat egyetemista mentorok segítik. Plesa Alexandra és Rózsa Xénia nyírkarászról érkezett a Váci Mihály általános iskolából. A cél nekem egyelőre a gimnázium, és utána egyetemre szeretnék járni. Milyen feladatot kaptatok most, mit kell megoldanatok? El kellett jönnünk a napórához, és így kellett töltenünk egy feladványt. A Nyíregyházi Egyetem az egész országban elsőként csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz, azóta 17 egyetem részvételével bővült a kínálat. Nyíregyházán immár a 7. mentor program indult el. A gyerekeknek a nagy többsége hátrányos helyzetű kis településen élő gyerek, és a számukra az, hogy a Nyíregyházi Egyetemre eljutnak, azt szerintem önmagában egy fantasztikus élmény. Az egyetemnek az infrastruktúrája, esetleg a jövő céloknak az ismerete, azt szerintem egy nagyon fontos dolog a gyerekek számára. Vannak olyan programjaink, amikor pedig mi megyünk ki az iskolákba. Ezek egy nyilvánvalóan szűkebb jellegű programok, akkor általában egy osztálynak a bevonása történik, és a koreográfia az nagyon sok minden szokott lenni. Mi igyekszünk azokat a programokat megvalósítani, mert a gyerekeknek az életkori sajátosságaihoz illeszkedik. Baracsi Ágnes hozzátette, a cél az, hogy a gyerekek pozitív élményeket szerezzenek az egyetem falai között, amelynek érdekében számos önkéntes diák és oktató dolgozik, így a mentorprogram mellett saját ki mit tudott is szerveznek, ahol a gyerekek megmutathatják tehetségüket, sőt a jövőben sportvetélkedőket is terveznek a mentorprogramban érintett iskolák között. A szakember úgy véli, hogy a diákok a mentorok segítségével nem csak iránytűket kaphatnak a jövőjüket illetően, de az önismeretüket is fejleszthetik. Most először találkoztunk, de kedvesek és aranyos mindenben segítőkészek. János István elmondta, a Tanítsunk Magyarországért mostani élménytáborában 5 iskolából gyűltek össze a gyerekek, akik számára kültéri és beltéri programokkal egyaránt készültek. Tulajdonképpen itt van lehetőségük a diákoknak, akik 5 településről érkeztek 5 iskolából, találkozni a leendő mentoraikkal, olyan hallgatókkal, akik most lépnek a programba, és fognak tanulmányi segítséget adni a hátrányos helyzetű településekről származó diákok számára. Összesen körülbelül 200 diákot vontunk be a programba, mintegy 9 iskolából, ebből van itt jelenleg ugye 5, és körülbelül olyan 40-50 mentor fogja a diákok munkáját segíteni majd a továbbiakban. A rektor helyettes úgy véli, a sikeres tanulmányi eredmények esetén a programban résztvevő diákok közül hosszú távon többen is az egyetem hallgatóivá válhatnak. De nem csak az alap- és középfokú oktatásban résztvevő mentoráltak számára fontos ez a program, hanem a már egyetemista mentor diákoknak is, akiket az egyetemen szakemberek készítenek fel a feladatra.